A gödör mélyéről tért vissza a pandémiát követően a hazai turizmus. Az ágazati szereplők 2022-ben bizakodóbbá válhattak, a 2023-as eredmények pedig már a járvány előtti rekordokat is megcélozták. Több mint 1 millióval nőtt ugyanis a vendégészakák száma egy év alatt. A sikereket azonban árnyalták a gazdasági nehézségek. Lehetett volna jó is. Az a irtózatos magasságú inflációs nyomás, amely a szektort érintette 2023-ban, az egyik oldalról pozitív irányú nettó áremelkedést eredményezett, ugyanis az árak fölmentek, másik oldalon viszont az eredményt azt nullára, vagy éppen pozitív nullára tudta hozni az ágazat. Vendégszámban, illetve vendégészakek számában nem volt rossz a 2023, alulról, de súrolta a 2019-et, az évvége pedig kimondottan jónak mondható. Bizakodva néz a turizmus teljes szakma ágazata 2024-re, ugyanis azok az inflációs nyomások, talán a háborúnak a nyomása is egy picit mérséklődik, és ezáltal a turisták is egyre jobban fognak új desztinációt választani, ezen belül Magyarországot. Nekünk természetesen ez a fontos, hogyha kelet-magyarországi desztinációt választják a Magyarországon nyaraló, belföldi, illetve külföldi turisták is. Azt kell, hogy mondjam, étterem tekintetében is kimagasló vendégszámot tudtunk az elmúlt évben, 2023-ban magunk után hagyni, 2024-ben pedig minimális emelkedéssel számol a szakma. A legnépszerűbb belföldi turisztikai térség 2023-ban a Balaton volt, ahol nem csak a nyári, hanem az egész éves vendégszám is 9%-kal haladta meg a 2019-es rekordév adatait. Tavaly a vármegye is szép eredménnyel zárt. Negyediként zártuk ezt a folyamatot, aminek mondjuk, hogyha első, második, harmadik vagy dobogós helyre nem is értünk föl, de azért egy negyedik hely sem rossz. Kimagaslóan jó volt a vendégészakák száma a nyári szezonban is, hiába esősen indult a nyár, attól függően nagyon sokan választották Kelet-Magyarországot, ezen belül a nyírséget, a középmérséget, Nyíregyházát, akár pihenés céllal. Természetesen a konferencia vendégek újra megjelenése a Covid után, ez egy jókora szeletet szakított ki ebből a tortából, amelyet turizmusnak hívunk. Én azt gondolom, hogy 2024-ben is hasonló tendenciák lesznek hanyatlások, lesznek felemelkedések, de összességében jobb évet kellene, hogy zárjunk, mint 2023. A belföldi turisták mellett egyre több volt a külföldi vendég Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Még mindig a német nyelvterület az, ahonnan nagyon sokan érkeznek, illetve a határosságát, hogyha a megyének a határosságát nézzük, akkor itt három országgal is határosak vagyunk. Sajnos az egyik nagy határszakasz az most vagy nyitva van, vagy zárva van a háború miatt, kevésbé érintett turisztikai szempontból, de Románia irányából, illetve Szlovákia irányából egyre többen keresik föl a megyénket, egyre népszerűbb a nyíregyházi fürdő, egyre népszerűbbek a látványelemek, nagyon népszerű Nyíregyháza, illetve a kerékpáros túrák, Nyíregyháza, Tokaj, és hogyha itt lobby szándékkal szólhatok, akkor az lenne a cél, hogy 2024-ben megépülne, vagy elindulna legalábbis egy tervezési stratégia, hogy a megye több pontját hogy tudjuk bekapcsolni a kerékpáros turizmusba. A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye szerint tavaly 16 millió turista, több mint 41 millió vendégészakát töltött a hazai szálláshelyeken. A vendégforgalmi mutatók mellett a szálláshelyek összbevétele is nőtt, és elérte a 860 milliárd forintot, ami 23%-kal magasabb, mint 2022-ben. A vendéglátó helyeken 18%-kal többet, 1780 milliárd forintot költöttek el tavaly a vendégek.